Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig még mindig a kopaszigát és az e-cigi tesztek kitelepülése. Ott egy sirály. Sirály? De sirály. A mai videóban egy olyan lekvidet fogunk tesztelni, amiről a podcastben volt szó, illetve megemlítésre került a párásító Facebook csoportban. Ez pedig nem más, mint a Vampire Vape-nek a pink mennye. 6 mg, ha nem értenéd, 6 mg erősségű, és azt mondja, hogy nikotin... És Boris, from Reykjavik. És Boris, from Reykjavik. 6-os erősségű, azt mondja, hogy ne adjuk 18 évesnél fiatalabbaknak. VG, ízesítő aromák és nikotin, azt mondja, hogy 40% VG, 60% VG. Na hát erre kíváncsi leszek. Amit mondtam én a Facebook csoportban, hogy az outfitje nem túl minőségi, ez... És akkor mi az Isten, ha az íze jó, akkor jó. Hagyjál már ezzel, hogy az íze jó, én nem szeretem ezeket a ropogós műanyag üvegek, műanyag üvegeket. Hát ez gyönyörű. Tejfehér plexi, igen. Tehát én nem szeretem ezeket a pattogós műanyagokat. Snob vagy. Az. Van rajta batch number, ez UK by Vampire Vape. A leírása szerint, angolul mondanám, hogy Boris is megértse, experience the mouth watering fruity explosion from the pink man. Egér van benne. Mouse watering. Igen, úszik a vízben az egér, és azt áztatják meg, és... És az robban fel a szállba. És az felrobban. Az explosion. Fruit explosion. Egyébként ugye Pinkman, és a másik, az majd egy következő videóban lesz tesztelve, Heisenberg, ugye ők a Breaking Bad sorozat két főszereplője voltak. Úgyhogy kóstoljuk meg először a Pink Ment, ami a szánkban fog felrobbanni. Ez kérlek alásan attól a vape shoptól van, akitől teszteltem a Lucénát meg a Five Pawns-t, és mikor ez szóba került a podcastben, akkor esett le ugye, hogy azért Pink Ment, meg azért Heisenberg, mert kötődése van a filmhez, legalább a neve alapján. A podcast volt mégpedig a Say My Name, és Blacky volt olyan kedves, ezúton is köszönjük szépen, hogy küldött nekünk ilyet. Tök jó, hogy elküldte, és tök jó, hogy független emberke küldte, és nem a kereskedő, mert hogyha rossz, akkor simán... Tudok róla csúnyákat mondani. Is, meg simán föl tudjuk gyújtani. Kiöntjük a Dunába, ez volt a használt utasítás. És akkor mondhatod, hogy you're goddamn right. Na. Hoppá! Hoppá, hopp, szalad! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, fucking 15. Matek óra. Oh. Finom az illata. Hát ez... Ez fucking málna. Ne öntsél annyit! Jézus, hát ez ilyen üveg, plexi műanyag, ezt üveg. Így nyomni kell izomból. Hát nyomni kell, de nem azért van, hogy fogjon. Várjál! Hát, hallod? Kis komcsi előbb rászív, mint mi. Drink it. Oké. Okay. Hazaérkeztél. De jó illata van. Ugye? Akkor. Ki nem mond, mit érzel? Egeret. Egeret. Ázott egér. Felrobban az ázott egér. A mouse watering, ez azt jelenti, hogy szájvíz. A másik agyos. 3, 2, 1. Nagyon fincsi. Nagyon a BG jó. Miatt érzed ezt annyira jónak? Az pont jó, mert BG érzékeny vagyok. Igen? Végén eltövetem. Nincs valami defibrillátor. Majd azt mondjuk, hogy itt találtuk a part.
itt hagyjuk fölpuffadva. Ez jó. Hát, hogyha lenne ilyen szájvíz, én tuti ezt használnám. Tényleg. Tüdőre venni ezt a hatost. Nem is a hatossal van a gondom, hanem nincs gondom, hanem ez azért érzed ennyire ízesnek, mert PG. Néhány csepp a számba ment. PG-hez képest viszont jó a gőze. Na, csak szívni kell. Csak szívni kell. Na várjál, rá kell csöpögtetni, mert én kiszívtam mindjárt. Az az igazság, hogy én nem érzem ezt a hatosságot rajta. Hát, de nem kóstolom meg a tiédet most már. Ne. Megégeted a vattámat. Na. Mm. Kiszívom, mint a szalkulányban. Nyisd ki jobban, azon nem lehet az a baj. Tényleg elzárom, megnézzük, hogy milyen, úgyhogy csak alulról. Mouth to lung, ahogy szoktad mondani. Vagy ahogy Blacky szokta mondani, segből szájból. Ja, bocsánat, szájból tüdőre. Így nem esik jó. Jó vagy, nem jó? Hát így nem. Cseréljük helyet. Mondtam, hogy nem adom neked oda. Cseréljük, csak megígéred, hogy nem ígé. Megígéred, hogy nem égeted meg. Picit, csak a végét kapom. Ja. Megkapom úgyis. Ez az ultra wideboard drip tip. Ultra wideboard. Nem egy csepp menne a számba, hanem az egész. Mi van? Sok dry hit volt te! Ezt nem hiszem el! Nem töltöttél rá! Tönkreteszed, add ide! Most ne az egyébben! Na tényleg! Tudod mi ő? Egy kibaszott kezdő. Meghalok! Nem az az első, hogyha drippelsz, hogy megnézed, mennyi van benne? Hozzászokott a TC, az elkényelmesedett. New Generation. Ez nagyon jó. Főleg, hogy a drip-tipbe maradt a izélőtyi. Nem elég wide. És nem elég konkév. De a top cap leszokta vezetni egyébként. A base-re? Ja. Ez nagyon ízes. Jó! Te hülye, jó. Jó. Jó, nagyon jó. Ez baromi jó. Most akkor mi lesz velünk? Nem dobjuk a Dunába? Nem dobjuk a Dunába. Vagy csak én nem kóstolom meg a tiédet, hagyjad. Nem. És én ezt megkóstolhatom? Megkóstolhatod. Megengeded? Ezt kóstolod meg. Nem, ezt nem kóstolhatja meg. Csöpögtetek rám, mert... Ez finom. Nem csöpögtetek rá. Ebből jobban de... kijön ez a citrusos dolog. Kijön belőle az egeres íz. Az egér, éreztem az egeret. Felrobbant a számba az egér. Ez jó. Én ebben tudod mit érzek, ami a számban felrobban? Egy kis vadmálnát. Ha? Meg mint egy kis szeder lenne még mellette. Aha. De semmi kép sem Dunába dobandó. Nem. Abszolút nem. Inkább mindjárt gyorsan zsebre teszem. És ahogy néztem, én egy ilyen két font körül van. Asszem. Nem egy súlyra? Nem, magasság. Te vagy a nagy amerikai. Én kérek elnézést. A... A gyártó egyébként azért adja ennyiért, mert ugye emlékszünk, hogy mennyi volt a Lucena? 25 font. Ez meg mennyi? 3? Mondom, ilyen 2, 3. Na, 3, legyen akkor 3, tehát ez bőven az olcsó kategóriába tartozik, mert hát ők ilyen plastik, majdnem azt mondom, hogy plastik üveggel dolgoznak, de ezzel a műanyag flakonnal, csőrös kupakkal, tehát közel nem annyira minőségi a kinézete sem, meg hát kínai gyártó alapanyagokkal dolgoznak, úgyhogy ezért kerül ennyibe. Akinek ez a 60-as PG-s, egy idő után lehet, hogy sok azért ez az íz.
Igen. Mondjuk ez poén, mert a Málnára soha nem mondtad, hogy sok lenne. És néhány éve már rajta vagy. Fuck yeah, Málna. Ja, de akkor is túl intenzív. Volt a közelmúltban nálam mindenféle alfa meg béta Málna tesztelni, és ott is azt éreztem, hogy annyira sok, hogy már nem tudnám egész nap szívni azt. Na úgy, cücögjél még a száddal, hát ha... Hogy? Úgyhogy én ízre megadom neki a 4,5-et, gőzre meg PG-hez mérten nem rossz ez úgy, hogy kap tőlem egy 4-est. Matyi? Én ízre adok neki 5-öt, mert nekem ez nagyon szimpatikus. Ez a nagymamámi kertjébe frissen szedett gyümölcsre emlékeztet. Úgyhogy nagyon jó felrobban a számban. Gőzre adnék neki szintén egy 5-ös, tekintve, hogy azért elég sok PG van benne, és abszolút nem mondanám azt, hogy ő szégyenkezik itt gőzmennyiségbe. Hát lehet, hogy valakit ez a sok PG elriasztana, bár én így PG érzékeny lévén is megvenném, lehet, hogy meg is fogom. Nyilván akkor nem szívnám egész nap, de napi néhány slukra szerintem tökéletes. Főleg így nyáron ezek a intenzív gyümölcsös dolgok nekem nagyon bejönnek. Neked? Én ízre 5-ből adnék neki 6-ot, mert nekem nagyon bejött ízre. Hát akkor majd így pontozunk. Úgyhogy gőzre is baromi jó volt, hogy csak 40%-os végé, de mégis olyan gőz lehetett vele produkálni, mint mondjuk az előzőkkel. Szerintem jó. Szerintem nagyon jó. Tényleg ízben nagyon ott van, nagyon gyümölcsös, viszont ez egy idő után telít. Olyan, mint a nagyon deszertesek, hogy egy idő után. Egyébként most nézem nektek, milyen jó, hogy árnyékban vagytok, de én itt ülök kint a napon. Fogd fel úgy, hogy milyen rossz nekünk, hogy csak te barnulsz. Ennyi. Telefonod rossz. A napon föl fog forni. Viszont. Jó, ez akkor ennyi fiú. Ez nem megy tönkre. Jó, akkor... Nyugodtan vegyetek ilyet szerintem. És nem fogjátok a Dunába dobni. És nem éreztek egér íz sem benne. Pedig azt mondják. Pedig azt mondják. Örülök, hogy megnéztétek a videónkat a csatornára. Boris testén tudtok feliratkozni, az előző videókat Matyi testén tudjátok megnézni, én pedig Charlie voltam, sziasztok! 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 Érintsétek meg a testünket!